ó, oh, sejk, te miért hiszed ezt, meg miért hiszed azt? Hányszor mondják. Hát azért, mert ez egy hit. Miben higgyek, ha nem a hitemben? Azért, mert az emberek csak a racionális térben gondolkodnak. Racionális tér az, amelyet az emberi agy egy adott időben és térben felfog az abban lévő tudásanyagot, ismeretanyagot szintetizálja, elemzi, és a szerint következtet. De ez a tér, a racionális tér állandó változásban van. Új felfedezések kerülnek be, új ismeretanyagokat alkalmazunk. Tehát nem konstans, míg az irracionális tér, tehát a hit tere, az egy állandó, egy konstans. Ebben hiszünk. Ki ilyen úton, ki olyan úton, ki mi atyánkot mond, ki elmondja a fáti ki elmondja a semma iszraért, amilyen utat választasz, elvezet a hithez, melyben lelked megnyugszik. De mindent az élet ide igazol vissza. A katonaság hatásfokát, nem a békében betöltött szerepe mutatja, hanem hogy hogy viselkedik háborúba, tud-e győzni vagy nem. De ma már a háborúk is mások, nem a csatatéren dőlnek el csupán, hanem kommunikációs téren, a banki tranzakciók területén, az online térben, de most már a világűrben is. Tehát hibrid háborúk, amit te látsz, fegyverzetet, stb., az lehet, hogy megrettentő a te számodra, de akik a hadi iparban vannak bent, azok tudják, hogy ez csak egy parányi része annak, amit az emberek megvívnak. A haszon elvűség érdekében. A rendőrség hatásfokát az mutatja, hogy mennyi a felderített bűneset, mi az a biztonság, amit országot számára szavatolni tudnak, és nem a kamu ügyek és jelentéseknek a produkálása, és hogy mennyi bevételt bírságot tud aznap beszedni, hogy az adott rendőrös pénzhez jusson. Az ügyvéded minőségét az mutatja, hogy mennyire képes a te esetedet megvédeni egy adott jogszabály alapján. A bírói testület hatásfokát az mutatja, hogy mennyire életszerű az ítélete, és mennyire passzol az eseted azzal a törvényi háttérrel, melyet, mely alapján ő ítél. Az orvosod hatásfokát pedig az mutatja, hogy Képes-e téged meggyógyítani, vagy sem? Nem pedig az, hogy bemész a rendelőbe, és ki nem dugja az orvos a fejét a kompjúterben, mert csak az adataidat nézi, az analízisek, egyebek, stb., és úgy ad receptet, hogy veled szubjektív viszonyt nem is létesít, hogy lássa a tükröződését a te bajodnak. Egy haszonelvű világ van, és tudnunk kell azt, hogy ebben a haszonelvű világban lesz végelszámolás, és a hit bizonyossága ezt adja. Hiába lopnak, fosztogatnak, csalnak, rabolnak, lesz elszámolás. al hakum Erőt vesz rajtatok a versengés a javak halmozásában. Hatta al míg a sírokkal nem találkoztok. Kalla szófat álemón, mert igenis meg fogjátok látni. Cumma kalla szófat álemón, majd igenis meg fogjátok látni. Kalla laut álemón a mert a tudás bizonyosságával tudjátok meg. Latarona egy hogy látni fogjátok a poklot. Szummalata a én majd a szemetek bizonyosságával fogjátok meglátni azt. Szummalatus alunna jóma izin, ananna és ezen a napon kérdőre lesztek vonva a gyönyörökről, mit élveztetek. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته